egy az akarat. Fakadjon fel, elrejtett szabad, árnyékod ő, egy az akarat. Ez a föld, a szíjó, a dám, nyitjuk, mint ősöm a bán. Nem ül egy átok a szíveteken, felolta őt is szeretem. Ez a föld, a szíjó, a dám, nyitjuk, mint ősöm a bán. Nem ül egy átok a szíveteken. Közös ügyet, legyen az életed szembecsület! Fakadjon fel, elrejtett szavad, árnyékot ó, egy az akarat! Fakadjon fel, elrejtett szavad, árnyékot ó, egy az akarat! Ez a föld, a szíró, a dám, így nyugszik ősöm a bán. Felolvad őt is szeretem. Ez a föld, a síró, a dán, itt nyugszi ősöm a bán. Nem ülhet átok a szíveteket. Felolvad őt is szeretem. Gyerünk a az öreg hegy! We'll be right back.
csak egyedül vigyem meg. Beszélje fel a szélet, de nem baj a szereket éppen. Legyen te is büszke egy, az, hogy egyedül vigyem meg. Beszélje fel a szélet, de nem baj a szereket éppen. Gyerünk a kezek! Sziasztok! Megjelent a megtisztelő feladatot, elsőként szóljak a zsűri tagjai közül hozzátok. Ajka városára két büszke rockzenekarát hallottuk eddig, azonos tőből jöttetek, és mégis két különböző mondani valót hozhatok ma elénk. Ezzel nincs semmi baj, ez így rendben van. Nekem megmondom őszintén, a rutin ugyanúgy lejött, mint az előző zenekarnál, és ez mindent elmondott számomra. De picit, és ez nem a ti dolgotok, vagy a ti problémátok, a technikai részével az majd egy pár szor, ha van kedvetek, nyugodtan átbeszélhetjük négy szem közt, vagy sok szem közt, hogy mire kell figyelnetek majd a nóta eljátszása közben. De én gratulálok előre is nektek, szerintem Csaba a többi technikai részét pedig el fogja mondani mindjárt. Gratulálok! Pont a technikai részével sajnos nem fogok tudni mondani semmit, mert hogy technikához nem értek. Talán annyit, hogyha a dobos átépúzza a dobszerkot magához, akkor a mikrofont is érdemes közelebb tolni, hogy a kedves közönség hallja továbbra is a nagy dobot. A nevetek alapján ugye Requiemről mindenkinek valószínűleg a Kártágó zenekarjuk elsőként eszébe, nekem is itt ez történt, hogy nekem is eszembe jutott, és egyből be is ugrott az, hogy a Kártágó sokszólamú vokálokkal operált, és azt gondoltam, hogy hát majd itt megjelennek ilyen nagyon sokszólamú vokálok. Volt vokál, és ez teljesen jó volt, csak annyira jókat alvanok a refrénekben főleg, hogy szerintem erre kellene ráerősíteni. Nem tudom, hogy a zenekarban többiek tudnak énekelni, de hogyha egy kicsit több vokál jönne a refrénekben, akkor még dallamosabbnak tűnne. Az akkor is dallamos rockzene. Én ezt a fajta rockzenét szeretem, amiben énekelnek, nem örögnek, nem ordítanak, hanem tényleg éneklés van. És ami a legnagyobb pozitívum, végre megmozdult a színpad. Csak így tovább, srácok. Srácok, el kell mondanom, hogy valószínűleg soha életemben nem jutottam volna el a koncertetekre, mert egy Disney princesz vagyok. Ezért most nagyon hálás vagyok, hogy mégis előfordulhatott ez a csodálatos így ajándék, és azt jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ezek ilyen motivációs dalok. Szóval most mindazoknak, akik hozzám hasonlóan ilyen lírai hangvételű nők, vagy hétjök, érdemes meghallgatni a rockzenekarok szövegét, mert mindegyikben van egy ilyen igazi ősi mondani való, és itt nekem nagyon pozitív volt, és tetszett a produkció, úgyhogy hajrá!
nagyon-nagyon szépen köszönjük.